Mindenhova visz kiegészítő dolgokat a kajához, vagy lead egy olyan rendelést, hogy mindent megváltoztat benne. Jelen esetben kikértem egy fokhagymás lángot, és Violife sajtot, és meg a költ hoztam magammal, úgyhogy én így fogok enni sajtos tejfölös lángost. Ja, és hoztam egy kanalat is. Jó étvágyat! Ma van a bátyám szülinapja, és most fog megérkezni ide Réfülöpre. Az én kis barátnőm a Hajnika, meg az apukám már itt van, aki az ő apukája is, és őt fogjuk megünnepelni, és vegán hamburgert fogunk sütni, mivel ő is vegán, meg amúgy is, mert csak vegán dolgokat sütünk. Kinek van ma szülinapja? Nagyon durván. Tabulét csinálok, ami nagyon nehéz. Petrezselyem kell hozzá, és kész van. Vegán hamburger készül tétesszületésnapi alkalmából. Én csinálom a húspogácsát, ami egy ilyen babos és laskagombás ügymenet lesz. A Péter csinálja a tabulét. Gyakorlatilag ezt csinálja egy éve. Nem ezt, hanem tabulét csinál egy éve. Minden alkalommal. Mi is ez a tabulé? Kösz, hogy kérdezed. Köszönöm a kérdést. A tabulé az ugye egy libanoni eredetű, ha jól tudom, de ezek nem annyira művel, de azt hiszem ez egy libanoni dolog, és tulajdonképpen az a lényege, hogy ahhoz képest, ahogy mi Európában, meg főleg Kelet-Európában petrezselyemre gondolunk, ami az, hogy valamihez teszünk valamennyi petrezselyemet, ez az ellentéte, mert a tabulé az petrezselyem, meg esetleg még valami más. És állítólag az autentikus tabulé az csak petrezselyem, olívaolaj, só, meg egy mondjuk egy 10 csokor petrezselyemnyi tabuléhoz mondjuk egy fej paradicsom belekockázva, és a menta kéne még a nagyon autentikus libanoni tabuléhoz, az most nem lesz. És akkor szoktak még főzni hozzá kinoát, akkor ugye laktató, persze tahinivel le lehet önteni minden mennyiségbe. Az egyik vendégünk hozott otthonról fagyasztóból zöldlabot, úgyhogy lesz még ilyen fokhagymás sült zöldba, lesz kamu majonézes, kamu tejfölös kukorica salátát. Tehát szeretném, hogyha az ünnepelt összeállítaná az ünnepi vacsoráját. Igen. Igen. Bekeverjük egy kis majonézzel. Ami tojásmentes. Lidlbe lehet kapni. Nem, de a Pennybe. A Pennybe lehet kapni. Meg bioboltokba. Igen. Kovászos uborka, ha már a Balatonon vagyunk. Ennyi, Hajnika hozta. Igen, yeah, pirított hagyma. Igen, egy kis padlizsán. Padlizsán még sült, így. És padlizsán akkor így, szele. Igen, és akkor ez tulajdonképpen ennyi. Ez a hamburger. Le. Hamburger tabulé, amiből újhagyma is kell, vagy snidling.
Igen, ezt a Péter kihajta a korábbi beszámolóba, és azóta nem tud megbocsájtani magának. Természetesen, anélkül nem ér semmit. Tahini, ami csak vízzel van higítva, meg egy kis citromlével, zöldbab, cukinivel, fokhagymásan. Citromosan. Citromosan. Köszönöm szépen. Egy kis kukoricasaláta. Hoppá. Hamu. Igen, vega föllel és ezzel a light majonézzel. Ez sem a teljes értékű növényi étrend magas iskolája, de szülinap van. És hát ez egy ilyen saláta. Tulajdonképpen az, ami látszik, plusz avokádó, az nem látszik annyira, de van benne. Ez hagymás, oregános krumpli. És ez így sütőből tálalva. Következő nap vagyunk, Anikával elmentünk strandolni, addig a fiúk előkészítették a lecsónakvalót.